Volt bent egy keresztény atya a börtönben, és visszakiabált, amikor ment ki a börtönből, hogy Csaba, téged figyel az Isten. És akkor szóltam az öröknek, hogy én vallomást akarok tenni, és mondták bent a társak, hogy ezt ne mondd el, hogy neked hamis az útleveled, mert sokkal több időt fogsz a börtönbe tölteni. Ez Magyarországon? Nem, ez Horvátországban. És mondtam, hogy nem baj, mert hogy ezen az úton kezdtem el járni. A szüleim nem gyakorolták a vallásukat, és a nagypapa volt az, aki megismertette velem a kereszténységet. Nem tudtam, hogy ez majd évek múlva, ha megtanult mi atyánk, az milyen sokat fog jelenteni, hogy mekkora támasz lesz 20-30 év múlva az életemben. Az édesapám az külföldön dolgozott, és az édesanyám meg nagyon sokat dolgozott a családért, és ebből következően nekem túl nagy szabadságom volt, és hiába volt az ő jó példájuk az életben, a magam útját kezdtem el járni. Ami játéktermeket jelentett, amerikai filmeket, ezeken nőttünk föl, és így egy hamis gondolkodás alakult ki a jövővel kapcsolatban, hogy könnyen kell élni. És az a keret, amit a szülők mutattak, az szűknek bizonyult, vagy látszott, és ebből aztán egy kisiklott fiatal élet következett. 7-8 éves koromban már felvettem az első cigarettacsikket az utcáról, a tanulmány eredményem az nem volt jó, hazudtam otthon, loptam is otthon, és aztán ez erősödött a későbbiekben. Ez egészen a drogokig és a börtönökig vezetett ez a életmód. Hitelkártyás bűncselekményem volt, autó, lopás, külföldre szállítás, az autó külföldre szállítása, ilyesmik, hogy éltem akkor. Hát ilyen pillanatoknak nem volt értékrend. Tehát, hogy nem volt mihez viszonyulni, hanem ezt láttuk a filmeken, ezt csinálták a többiek, és nem mint a bárányok, hanem mint a birkák, mi is ezt csináltuk. Vagy magam nevében beszéltek, hogy sose gondolkodtam el azon, hogy lehetne mást csinálni, mert ahhoz túl felszínes voltam. És ezt meddig csináltad? Szerintem 33 éves koromig. Találkoztam egy drogos fiúval, aki a heroinról leállt egy buddhista templomban. A szórólap alapján elmentem megkeresni ezt a közösséget, és az első felnőtt spirituális élményem az buddhisták között történt. Nem tudtam külön választani a Buddhát Jézustól, hiszen a nagypapámnál Jézus tapasztalataim voltak. És a buddhizmus meg gyakorlatból ismertem meg, és nem elméletből,
és ezért a kettőt összemostam, összekötöttem, ami éveken keresztül kísért. Aztán jött egy pont, amikor választani kellett, és akkor Jézust választottam. Nagyon nehéz volt, hiszen 5 évig gyakoroltam, és sok erőt, energiát fektettem bele, és sok olyan dolgot kaptam, amit az ember nem akar föladni, tehát ami a vallásokban közös is lehet, és akkor ezt még nem tudtam hogyan kezelni, tehát nem akartam teljesen feladni, akkor is egy kever dolog lett, az is egy jó nehéz dolog volt, hogy kerestem Jézust, de még nem tettem le Buddhát, és akkor ez egy nagyon lelkileg megterhelő állapotok következtek, tehát ilyen földi poklokat jártam addig, amíg ez letisztázódott. Mindent letettem, és akkor kimentem a szüleimtől is, az ő értőkből is, és akkor elmentem hajléktalannak. Ez egy választott hajléktalanság volt. Kimentem az utcára élni, mert ugye a kapcsolataim megszűntek, tehát a szülői háznál is megromlott a viszony, hiszen nagyon zavart volt az elmém. A buddhistákhoz sem akartam menni, mert az volt a másik kapcsolat, illetve a bűnözői vonalakat sem akartam föl visszavenni. Tehát próbáltam szabadulni ezekből a megkötözöttségeimből, és akkor ez ugye vonzott a szerzetes élet, és ugye a hajléktalanság az, persze ez nem szerzetesség, de mégis egy szabad kint lévő élet, ami imádsággal telt igazából, tehát akkor ott már kereső voltam. Bementem egy keresztény templomba, Ferenciek terén, és a szűzanyánál imádkoztam, és akkor tudtam, hogy hol van ingyen konyha, és akkor azt a jelet kaptam, hogy a Teréz anyájékhoz menjek, onnan már. És akkor a Teréz anya nővérei voltak azok, akik megalapozták, akik először fölkaroltak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mindig is örökké teremtőjében, és a Jézus Krisztusban is egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, elveszítették, meghalt és eltemették. A Teréz anya nővéreihez, ahogy jártam, ugye elkezdett javulni a családommal a kapcsolatom. Akkor elvégeztem egy szakmát, egy hegesztő végzettségem lett. Aztán kimentem Angliába dolgozni, ott takarítottam. Ott visszaestem a drogba is, mert olyan közösségben voltam, ahol dolgoztak, és nem vallásos közösségben. És akkor megint visszamentem a Teréza nővéreihez utána. És emlékszem, a nővér mondta, hogy hú, mennyit dolgoztunk rajtad, és milyen rossz állapotban. És megint fölkaroltak, és akkor ott megint jött az imádság, és akkor keresték a helyemet, és imádkoztak a helyemért, és akkor bekerültem a bírólászopüspök atyának a csütörtöki csoportjába. És gyakorlatilag az volt az első közösségem, keresztény közösségem, ahol megtartó erők mozogtak Istentől, és hogy ezek a kapcsolatok azóta is tartanak. Egy nyári táborban egyszer vigyáztam, én is vigyázhattam az Úr Jézusra, feliratkoztam, és egy órát egyedül voltam bent az Úr Jézusnál, és akkor ott jól kisírtam magam. Igen, az egy megtérős pillanat volt.
a hitem az odafigyelésből, rágyatkozásból tevődik össze, az reggeli imádságból, és a hétköznapi cselekedetek elvégzéséből és öröméből, illetve a gyermekeim, a feleségem már való közösségből. Ez egyszerűen csak működik. Úgy állandó a kapcsolat az imádság által, és felfoghatatlanul működik. Hát, mint az én életemben látható, nem érdemeink szerint kapunk, hanem pont annyit kapunk, amennyit egy jó atya a gyermekeinek ad, hogy elősegítse a növekedésében. És ez egy idő után alappá válik, hogy az Istenre támaszkodik az ember, és arra, amit kér az embertől, mert rájön, hogy amit kér, az a boldogulását szolgálja. Tehát az isteni törvények azok szabadságot adnak, és nem megkötöttséget, és azt, amire megenged rálátni, azt úgy tudja vegyíteni az ember életével, hogy az ember emelkedjen, és szóval szépen csendben jelen van.